Kiemelkedő év, rekordévet zárt a hazai turizmus. A Magyar Turisztikai Ügynökség további célja, hogy a vendégéjszakák száma elérje a 20 milliót 2030-ra. Fórum Nagykállóban április 8-ának óriási tétje van, mégpedig az, hogy meg tudjuk-e védeni hitünket és kultúránkat, hangsúlyozta Balogh Zoltán kedden a településen. Véd természetesen! A Víz Világnapja alkalmából 25. alkalommal rendezték meg a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság megyei területi szervezetének közös ünnepi ülését. Rekord évet zárt a hazai turizmus. A Magyar Turisztikai Ügynökség további célja, hogy a vendégéjszakák száma elérje a 20 milliót 2030-ra. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Azért is népszerű úti cél Magyarország, mert biztonságos, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, Guller Zoltán nyíregyházi sajtótájékoztatóján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai eredményeiről és a jövőre vonatkozó fejlesztési tervekről is beszámolt. Országos szinten is példamutató lehet Nyíregyháza fejlődése, bár a megyei számok nem döntöttek rekordot a turizmus tekintetében, a megye székhely 50% feletti növekedést mutatott. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója beszámolójában kiemelte, 2010 óta 30 milliárd forintot fordítottak a megyében turisztikai fejlesztésekre, többek között kerékpárutak kialakítására és szálláshelyek fejlesztésére. De nem csak Nyíregyháza teljesített kiemelkedően, tavaly rekordévet zárt a hazai turizmus. 2010 óta dinamikus a növekedés, 2017-ben pedig már 12 millió turista, 30 millió vendégészakát töltött az országban. Az ügynökség további célokat is kitűzött. 2030-ra az osztrák szintet szeretnék elérni a turizmus vendéglátás területén. Jelenleg a GDP 10,5%-át adja ez az ágazat. Ezt szeretnék 16%-ra növelni, és az 50 millió vendégészaka számot elérni. Ez egy fontos előlépés jelentene a közel 400 ezer főt foglalkoztató ágazatnak. Az elmúlt időszakban egy szemléletváltás is történt a turisztikai fejlesztések tekintetében. Nagyon-nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy pontszerűen érdemes fejleszteni, több száz attrakciót létre az országban, és nem voltak ezek hálózatban rendezve. Mi azon dolgozunk, hogy destinációban, turisztikai térségben gondolkodunk. Tehát azt gondoljuk, hogy az új típusú turista, a mai 20-30 éves emberek, akiknek próbáljuk a jövő turizmusát előkészíteni, másképpen viselkednek már, mint ahogy adott esetben mi viselkedtünk, vagy mi gondoljuk, hogy viselkedni kellene a turistának. De alapvetően élmények sokaságát szeretnék minél kevesebb idő alatt és minél kevesebb ráfordítással elérni. Az új turizmus arról szólna, hogy egy turisztikai térségen belül élménypontok sokasága jön létre. Ezáltal egy-egy turisztikai térségben 3-4 vendégészakát is tartalmasan tölthetnek majd a turisták. Nyíregyháza számos beruházás előtt áll, fejlődik a sóstói múzeumfalu, megújul a szabadtéri színpad, a Bencs villa és a Kálai kúria is. Bővülnek a szálláshelyek, valamint több mint 6 milliárd forint jut az állatparki fejlesztésekre is. Ehhez hozzátartozik a marketing, hiszen hiába vagyunk mi nagyon jók, ha mások nem tudnak róla. A marketinget mi úgy kezeljük, hogy egyrészt 7 éve az idegenforgalomadót egy az egyben a turisztikára fordítjuk, marketingre. Másrészt a mi TDM irodánk, mert az egész nyírséget összefogja, már 2011-ben az év TDM irodája lett, és ugye tavaly felvételt nyert a Turisztikai Világszervezet városi turizmus szekciójába, és az a szemlélet, ahogy mi a fejlesztéseket megvalósítjuk, itt még azért a partnerség továbbépítése szükséges, a megyére gondolok, hiszen nem sokára megnyitjuk a látogatócentrumot az állatparkban, ott úgy alakítottuk ki, úgy terveztük meg ezt a beruházást, hogy az egész megye turisztika attrakciót be tudjuk mutatni. 2017-ben 173 ezer vendég látogatott a megyébe, ez 44%-kal magasabb szám, mint 2010-ben. Ők összesen 2 milliárd forintnyi bevételt hoztak a megyei turizmusnak.
Április 8-ának óriási tétje van, mégpedig az, hogy meg tudjuk-e védeni hitünket és kultúránkat. Ezt Balogh Zoltán hangsúlyozta kedden Nagykállóban. Az emberi erőforrások minisztere úgy fogalmazott, a migráció kérdésében a kormány szerint nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget kell odavinni, ahol baj van. Juhász Zoltán polgármestert köszöntötte Nagykálló lakosságát a keddeste rendezett lakossági fórumon. Őt követően a fórum vendége, Balogh Zoltán, az április 8-ai választás fontosságáról és üzenetéről szólt a jelenlévőkhöz. Az emberi erőforrások minisztere kiemelte, nem állítja, hogy az elmúlt 8 évben hibátlan kormányzás történt, szerinte még számtalan dolog van, amit el kellett volna végezni. Mint mondta, a legfontosabb viszont, hogy arra a kérdésre, melyen Magyarország jövője múlik, jó választ adtak. Bízom benne, hogy azért a környéknek a lakossága, Szabolcs-Szatmár Beregy megye lakossága érzékel, azért olyan fejlődés indult meg itt az elmúlt időszakban, nem csak a gazdaság területén, hanem a bérek területén, bízom benne a közszolgáltatások területén is, amit meg kell védenünk. A tét az, hogy meg tudjuk-e védeni attól a kulturális, migrációs válságtól, ami fenyegeti Európát és fenyegeti Magyarországot, és hogy olyan emberek jönnek ide, akik nem a mi kultúránkat, nem a mi hitünket, nem az mi életszemléletünket osztják, hanem valami idegen dolgot akarnak idehozni, ami veszélyt jelent az életünkre. Tehát a kérdés az, hogy bevándorlóország leszünk, vagy nem leszünk, mert ha az leszünk, akkor mindez, amit az előbb felsoroltam, azt el fogjuk veszíteni. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője gratulált Nagykálló lakosainak. Mint mondta, az elmúlt években történt fejlesztések és beruházások nem valósulhattak volna meg nélkülük. Hozzátette, Nagykálló egy dinamikusan fejlődő város, amit mi sem bizonyít jobban, hogy 2014 óta 3,5 milliárd forint összegű fejlesztések valósultak meg a városban. Itt a szennyvíztelepnek az építésére gondolok, az ivóvízminőségjavító program megvalósítását, a 49-12-es Újfértó-Érpatak Nagykálló összekötő útnak a megépítésére gondolok, a Kálló közprogramra és a Kiskálló programra külterületi és belterületi kerékpárutak építésére, úgyhogy ebben a 8 nagy programban 3,5 milliárd forinttal gazdagodott Nagykálló városa és a térsége. Azonban 6 új program indul hamarosan a városban, ez mintegy 2 milliárd forintot ölel fel. Az új fejlesztéseknek köszönhetően vállalkozói inkubátorház épül a városban, amely a kis és középvállalkozások elindulását segíti majd. Emellett a terület és településfejlesztési operatív programban 130 millió forintos pályázatból növelni kívánják a munkaerőpiaci foglalkoztatást, valamint a Nagykállói iskola energetikai korszerűsítése is elkezdődik az idén. A Víz Világnapja alkalmából 25. alkalommal rendezték meg a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság megyei területi szervezetének közös ünnepi ülését. A megyeházán tartott rendezvénnyel a vizek sérülékenységére, megóvására kívánták felhívni a figyelmet. Bolygónk legégetőbb problémáival a 20. században csak regionális szinten foglalkoztak a nemzetek. Mára azonban már nem csupán a víztisztaság a globális kérdés, hanem az árvizek, aszályok és a vízszennyezések által okozott növényzet, folyók, tavak károsítása is. A 21. század generációjának pedig az a feladata, hogy gátat szabjon a környezetszennyezésnek. Erről Dévai György professzor beszélt a Vízvilágnapja alkalmából megrendezett ünnepségen a megyeházán. A professzor szerint a világ vízhelyzetének felméréséhez az iránytű a biodiverzitás. A lényege a biodiverzitásnak az, hogy az élővilág milyen mértékben van jelen vizeinkben. A biodiverzitásnak nagyon sokféle szintje van. A legközismertebb, ugye egy egész előadást lehetne erről a különböző szintekről tartani, az a faji szintű biodiverzitás, amikor az élő vizekben lévő fajoknak a mennyiségét és természetesen mienségét mérjük föl, tehát hogy ezek a fajok az adott víz számára mit jelentenek. Na most a természetességnek az egyik legfontosabb fokmérője, amivel a legjobban meg lehet ítélni, hogy mennyire természetes egy víztér, az az élővilágnak a fajösszetétele, a vízi élővilág fajösszetétele.
Egy liter természetes vízben akár 5 milliárd élőlény egyed is található. A vizek természetességi állapotát ezen élőlények vizsgálatával lehet megítélni. A Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság megyei területi szervezetének közös rendezvényén Bodnár Gáspár kiemelte. Fontos, hogy a következő generációk érezzék azt, hogy ez a víz milyen fontos, milyen sérülékeny. Nap mint nap láthatjuk, hogy milyen gondot jelent az, hogy vagy sok víz van valahol, vagy nagyon kevés víz van. És ez jelentkezhet egyszer egy éven belül is, akár egy időszakon belül is, vagy egy térségen belül is. Itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei részen például van egy szakasz, ahol belvízvédekezést folytatunk jelen pillanatban, Felső-Szabolcsban, és vannak olyan területek, ahol továbbra is a vízhiány van, hiszen a nyírségben vannak olyan víztározóink, amik szárazok, az elmúlt években kiszáradtak, és most éppen abban bízunk, hogy a holvadásból majd talán sikerül megfelelő szintre feltölteni. Tehát kettősség van, a vizek többlete és hiánya jelentkezik szélsőségesen a klímaváltozás miatt, minden mellett pedig az emberi tevékenység, a vízszennyezés okoz rendkívüli problémát. A rendezvényen az is elhangzott, új szennyezőanyag jelent meg, a műanyag, illetve a mikroműanyag, ami már kimutatható a felszíni vizekben is. A megye lakosságának 90%-a az országos átlag alatti jövedelemmel rendelkezik, hangzott el az MSZP keddi sajtótájékoztatóján. Ezért a párt programjának egyik kiemelt pontja, hogy a gazdagok helyett a szegényeket kell támogatni. Veres János szerint az elmúlt években nőtt az egyenlőtlenség, ezért nem elég a nettó jövedelmek emelése, más támogatásokkal is segíteni kell az alacsonyabb jövedelműeket, és jobb megélhetést kell biztosítani számukra. Az a szándékunk és a választási programunkban vele is foglaltuk, hogy mindazok, akiknek az állandó lakcímén van víz, gázszolgáltatás és áramszolgáltatás, azok kedvezményesen kapjanak egy bizonyos mennyiséget mind a vízből, mind az áramból, mind pedig a gázból. Ez azt jelenti, hogy nagyjából az jelenleg alkalmazott áraknak a feléért tudnának hozzájutni az elektromos ára egy bizonyos mennyiségéhez, egy köbméter vízhez havonta, és a gázszolgáltatásban is egy alapszolgáltatásnak a értékehez 50 köbméter gázhoz havonta kedvezményes áron tudnának hozzájutni. Tesszük mindezt azért, mert azt látjuk, hogy Magyarországon nagyon sok olyan szegény ember van, aki nehezen tudja megfizetni még az alapszolgáltatásokat és az élete viteléhez. Már 11 ezeren regisztráltak a Józsa András Múzeum március 27-én nyíló különleges tárlatára. A szeúzó kincsek mellett a megye területéről származó gyűjteményeket is láthatnak majd az érdeklődők, amelyek még soha nem voltak láthatóak a térségben. A kiállításon való részvétel szigorú regisztrációhoz kötött. A szeúzó kincsek mellett a megyéből származó kincsek is megtekinthetőek lesznek a Józsa András Múzeumban. Ezeket a megye területén még nem mutatták be, ugyanis felfedezésük után rögtön a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti gyűjteményébe kerültek. Most Nyíregyházán is megtekinthetőek ezek a kincsek. Szeretnénk megmutatni, hogy a Barbarikum területén is milyen ötvös munkák szerepeltek ugyanebből az időszakból. Tehát ez a hunkor, a hunkornak a velejárója, szarmaták, germánok, keleti germánokról van szó, és innen a megye területéről, elsősorban Bereg megyéből és Szatmár megyéből előkerült sírleletek, és ugyanúgy kincsek, és azt bizonyítják, hogy itt a kereskedelmi kapcsolat azért elég élénk volt a Római Birodalom és a Barbarikum között, ugyanis római kori pénzek, római kori érmeknek a feldolgozása is megtörtént a Barbarikum területén. A múzeum minden hónapban egy vagy több kiemelt tárgyat is bemutat a látogatóknak. Márciusban 4 tárgyat emeltek ki, amelyet 3 egységben mutatnak be. A néprajzi gyűjteményből a nyíregyházi kerékgyártó és Szűcs C-be hívó tábláját és kulacsát emelték ki, míg a történeti gyűjteményből egy nyíregyháza betelepítésével kapcsolatos behívó levél lett a kiemelt tárgy. A régészeti gyűjteményből pedig a szeúzó kincsel kapcsolatban egy korabeli tárgyat mutatunk be, egy aranyozott ezüst fibula pár, amely a népvándorláskorban volt használatos, és Nyíregyháza területén került elő sírokból. A múzeumnak együttműködési megállapodása van a Rotary Klubbal, így rendszeresen szerveznek közös programokat is. Most a húsvét kapcsán hívják versenyre Nyíregyháza általános iskoláit. Már több éven keresztül a múzeummal együtt
csináljuk ezt a műsort, ezt a vetélkedőt, ahol 15 csapat, több iskola részvevője vegyes csapatokban indul és versenyez együtt, és nagyon jó díjakat nyer a szponzorok jóvoltából, többek között állatpark látogatás, Müllősi házi koncert, egy nagy részvénytársaság ajándékcsomagjai, a vendéglátás is egy másik részvénytársaságé. Négy nyíregyházi iskola fogadta el a meghívást. A vetélkedő hosszú előkészítést igényelt, különösen most, hogy a szeúzó kincsek is a múzeumba érkeztek. Ezeket március 27-től április 15-ig tekinthetik meg a látogatók előzetes időpontfoglalás után. Eddig 11 ezeren regisztráltak a különleges tárlatra. 3 millió forinttal támogatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat annak a könyvnek a kiadását, amely a megyei gyümölcstermesztést mutatja be 1945-től napjainkig. A közel 70 év anyaga nosztalgia az idősebbeknek és egyben példamutatás is a fiataloknak. A szerzők egyik célja, hogy további kutatásokra ösztönözzék a szakma képviselőit. Elkészült a megyei önkormányzat harmadik saját kiadású kötete, amely a térség mezőgazdasági múltjával és jelenével foglalkozik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyümölcstermesztése 1945-től napjainkig címet viselő kötet, közel 70 év anyagát öleli fel, de a szerzők szerint minden évről lehetett volna készíteni egy-egy külön kiadványt. Az elmúlt néhány évben minden évben egy-egy önálló kiadási kötettel jelentkezett a megyei önkormányzat, olyan hiánypótló művekkel, amelyek a megye növénytermesztését, növényvilágát, állatvilágát, kastélykertjeit mutatták be. Most pedig a megye gyümölcstermesztését illetően született egy átfogó munka, amely az 1945-ig korábban megszületett időtartamát folytatva 45-től napjainkig mutatja be a megye gyümölcstermesztését. A kiadási költségeket teljes egészében a megyei önkormányzat vállalta magára. Ez 3 millió forintos támogatást jelentett. A könyv több nagy történelmi időszakot is felölel, de az események mellett azoknak az embereknek az életébe is bepillantást enged, akik meghatározzák a megye mezőgazdaságát, hiszen nagyon sok embernek ez a megélhetést jelenti. Mai fiataloknak pedig tanulni illik ebből a múltból, amit őseik, édesapjuk, nagyapjuk ugye alkotott, hogy hogyan tovább egy jobbat. Itt vannak köztünk azok az emberek, akik most már irányítják a megye mezőgazdaságát és ezen belül gyümölcs termesztését, megnyilatkoznak a sajtóba, legyen ez kamarai szintű vagy érdekképviseleti szintű, de ez a megnyilatkozás mindaddig porba hull, amíg a magyar állam vagy annak a szakmai legfelsőbb vezetése, a minisztérium kellő alappal nem fogja támogatni ezt az egész igyekezetet. Jelen pillanatban még úgy érzem, Magyarországon ez nem fő kérdés. A könyv tehát nem csak nosztalgiázás az idősebbeknek, példamutatás a fiatalabbaknak és összefoglalás a szakembereknek. A szerzők további célja, hogy újabb kutatásokra ösztönözzék a szakma képviselőit. A legendás arany csapat relikviáiból nyílt kiállítás Nyíregyházán a Continental Arénában. A Puskás Intézet által gondozott tárlatot már több európai országban láthatták, a megyeszékhelyen pedig április 10-ig tekinthetik meg az érdeklődők a fotókat, érmeket, serlegeket és egyéb emléktárgyakat. A Puskás Intézet 2011 óta gyűjti a legeredményesebb, legismertebb magyar labdarúgókkal kapcsolatos relikviákat. Az emléktárgyakból összeállított kiállítást már láthatták többek között Angliában, Skóciában és Görögországban is. Szerdán Nyíregyházán a Continental Arénában nyitották meg a folyamatosan bővülő tárlatot, amely az aranycsapat játékosaihoz kötődő tárgyi emlékek segítségével idézi fel a magyar labdarúgás legdicsőbb éveit. Hozzánk került ugye Puskás hagyatéka, Buzánszki hagyaték, Grosics hagyaték, és így szépen lassan elkezdtük gyűjteni a dolgokat. Volt, ahonnan teljes hagyatékot tudtunk venni, de volt, ahonnan bizony darabonként szedtük össze az országból, hozták gyűjtők, utána jártunk, külföldről szereztük be ezeket, és folyamatosan érkeznek a mai napig is ezek a tárgyak. Most éppen a Bozsik családtól kaptuk meg egy évre, hogy be tudjuk mutatni ezeket kiállításokon, és hát hol máshol kezdhettük volna ezt, mint a Bozsik Akadémia városában, Nyíregyházán.
A sportért felelős államtitkár szerint fontos, hogy a múlt értékeit megismerjék a mai fiatalok, akik építkezhetnek a korábbi sikerekből. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezt közelebb hozzuk, úgymond a jövő generációjának is, hiszen azok az emlékek, amelyet mi az édesapáinktól, nagypapáinktól hallhattunk mindig, azok most itt vannak, megelevenednek, és közelebb kerülnek hozzánk. Mindenki nagyon szereti a futballt, a jó focit, és bizony 1950-től 54-ig veretlen volt az aranycsapat 4 éven keresztül az egész világban, és ez óriási teljesítmény volt azzal a hittel, azzal a akarattal és küzdeni tudással, amelyel ők rendelkeztek, egy igazi közösséget alkottak, és a foci most is közösségteremtő erő. A kiállítás megnyitóján ott volt az aranycsapat legendás játékosának, Bozsik Józsefnek fia, a korábbi szövetségi kapitány Bozsik Péter is. Nagyon sokszor láttam már apró részleteiben különböző relikviákat az aranycsapathoz kapcsolódóan, de azért így egybe egy ilyen kiállításon ez az első alkalom. És hát azt kell mondjam, független attól, hogy ugye gyakorlatilag én bizonyos életem ebben nőttem föl, de azt kell mondjam, hogy tényleg nagyon jó érzés, mert azt gondolom, hogy azért az aranycsapat a magyar kultúra, de mindenképpen a sportkultúra meghatározó része, egyfajta hungarikum. Az aranycsapat kiállítás április 10-ig tekinthető meg a Continental Arénában. A tálat a következő hónapokban Horvátországban és Macedóniában is látható lesz, az év végén pedig Brazíliába is eljut az aranycsapat emlékét bemutató kiállítás. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Rekordévet zárt a hazai turizmus, a Magyar Turisztikai Ügynökség további célja, hogy a vendégéjszakák száma elérje a 20 milliót 2030-ra. Azért is népszerű úti cél Magyarország, mert biztonságos, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Guller Zoltán nyíregyházi sajtótájékoztatóján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai eredményeiről és a jövőre vonatkozó fejlesztési tervekről is beszámolt. Április 8-ának óriási tétje van, mégpedig az, hogy meg tudjuk-e védeni hitünket és kultúránkat. Ezt Balogh Zoltán hangsúlyozta kedden Nagykállóban. Az emberi erőforrások minisztere úgy fogalmazott, a migráció kérdésében a kormány szerint nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget kell odavinni, ahol baj van. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 21-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Folytatódik az ilyenkor szokásosnál több fokkal hidegebb idő. Az előttünk álló éjszaka eleinte időnként megnövekszik a felhőzet, majd derült idő várható. Az éjszaka első feléig néhol hószálingózás előfordulhat. Az északi szél időnként megélénkül. Reggelre általában mínusz 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben általában gyengén felhős idő várható, sok napsütéssel. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél mérsékelt marad. Délutánra 3 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg fronti hatás van térségünkben. A következő napokban lassanként erősödik a nappali felmelegedés, és a hétvégétől az éjszakák is egyre kevésbé lesznek hidegek. Pénteken főleg a délkeleti területeken fordulhat elő hószálingózás, havas eső. A hétvégén a változó felhőzetből nem valószínű csapadék. A jövő hét elején gyakrabban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan elered az eső, zápor eső.